A magyar nemzet ápolója tiszteletére 2014-ben döntött arról az országgyűlés, hogy február 19-e legyen a Magyar Ápolók Napja. Az ünneplés mellett Kossuth Zsuzsannára emlékeznek ilyenkor az egészségügyi intézményekben, aki a mai napig példa a nővérek számára. Minden ápoló büszke rá. Tulajdonképpen abban az időben, ami a nehéz körülmények között 72 tábori kórházat létrehozott, és a sebesültek ápolásával foglalkozott. Kossuth Lajos testvére volt Kossuth Zsuzsanna, aki megfelelő támogatást adott Zsuzsannának, hogy szervezze meg a sérült katonák ápolását. Hát tulajdonképpen ma február 19-én 203 éve született Kossuth Zsuzsanna. Egy olyan előd, olyan ápoló, egy olyan tekintély a mi szakmánkban, és természetesen tudjuk, hogy ma a magyar kórházakban az ápolás helyzete milyen nehéz. És annak idején Zsuzsanna toborozta az ápolókat, hogy a sérülteket gyógyítsa, ápolják a betegeket. Most ugyanaz a helyzet. Nekünk ápolásvezetőknek is nagyon nehéz körülmények között, mert a képzési problémák, a távol lévők hiányában egyre kevesebb ápoló választja, és most mi is ezt követve évek óta körülbelül az intézetünket is látva 2-3 éve már tudatosan toborozzuk. Azokat a fiatalokat, 14-16 éveseket megszólítjuk, hogy válassza az ápolási hivatást, és mi is ezt csináljuk. A Füredi Szívkórházban jelenleg 100 ápoló dolgozik, ami nem sok, de az ápolási feladatok megfelelő szervezésével biztosította a magas színvonalú ellátás. A 100 ápolóból minden évben 4-en átvehetik a Kossuth Zsuzsanna díszoklevelet. A kitüntetettek személyére az osztályokon dolgozó főnővérek tesznek javaslatot. A dolgozók hozzáállása, szakmaisága és a betegekkel való kapcsolatuk alapján. Professzor dr. Veres Gábor, a Szívkórház főigazgató főorvosa adta át az oklevelet, Szigeti Miklósné ápoló, Netling Judit szakápoló és Szoboszlai Beatrik szakápoló részére. Ugyancsak oklevéllel ismerték el Huth Wagner Pálné szakápolót, ő azonban betegsége miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen. A főigazgató köszönetét fejezte ki az ápolóknak, akik, ahogy fogalmazott, munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a betegek rehabilitációjához és a magas szintű sürgősségi ellátáshoz. Veres Gábor bejelentette azt is, hogy a tervezett kórházátalakítások nem fogják érinteni a Füredi Szívkórházat, nem fenyegeti az a veszély az intézményt, hogy esetleg más funkcióban kellene működnie a jövőben.